vagyis mi kényszer kétnyelvűségben élünk, de ez a nyelvállapot a romániai magyarság esetében is többféle lehet. A szórványban vagy a diaszpórában jelenteti az anyanyelv teljes háttérbe szorulását. Megyénkben pedig azt, hogy többnyire anyanyelvünkön élhetjük meg mindennapjainkat. Csak többnyire, mert a kis térségben sem beszélhetünk monolit egynyelvűségről, ugyanis a hivatalos nyomtatványok, közlemények nagy része ma is román nyelvű. A hivatalos levelezés szintén román nyelven folyik leginkább. A magyar nyelv használata közigazgatásban is megengedő, román nyelven folyik leginkább, annak ellenére, hogy szabadon használhatjuk a közigazgatásban is az anyanyelvünket, amit törvény szabtól. Itt jegyezném meg, hogy van azért jó példa is, és el is hoztam egy hivatalos levelet, amit a mai rovatban meg is írtam, hogy igen, van példa azért a magyar nyelvű levelezésre, ez a megyei kereskedelmi és iparkamara levele méghozzá helyesen, alig van benne egy-két apró hiba, nyelvi hiba, és ugye, hogy lehet ezt is gyakorolni, lehet, biztos lehet, vagy nincs tudomásom, ezt egy olvasónk, egy csíkszerű olvasónk juttatta el hozzám, jó példaként meg is említettem azonnal örömmel az újságban, hát ha akad követője, és lesznek még mások is, akik a magyar nyelvű levelezést gyakorolják, a hivatalos levelezést, hát miért ne, hát a törvény biztosítja ezt a jogot. Tehát velünk is sokszor baj van. Ha a magyar nyelv erdélyi, illetve romániai használati körét vizsgáljuk, három eltérő helyzetet szoktunk elkülöníteni. Az első az Ókirályság belé, benne a bukaresti magyarok nyelvi állapotát, a második a belső erdélyi, dél-erdélyi magyarok és csángó magyarok helyzete, a harmadik a két nagy nyelvi tömb, a nyugati határszél, amiről az imént beszéltem, és a keleti székely tömböt, amelyhez Hargita megye is tartozik. A székelyföldi tömb őrzi a régi jó nyelvi hagyományokat, de kimutatható belőle a nyelvfelség szempontból káros román és angol nyelvi hatás is, különösen a városi úgynevezett táji vagy regionális köznyelvből, annak ellenére, hogy a székelyföldre a nyelvhasználati típusok közül az anyanyelvi dominancia jellemző. A káros, zavaró idegennyelvi hatások ártanak nyelvhasználatunk egységének, rontják az anyanyelvi tudás színvonalát. Bizonyos esetekben az elszaporodott, szükségtelen idegen fordulatok és kifejezések a nem kívánt kevert nyelvűséghez, nyelvcseréhez, nyelvi beolvadáshoz, nyelvi asszimiliációhoz vezethetnek. Ahhoz az állapothoz, amikor az egyénben elhal az anyanyelv. Trianon óta a Kárpát-medencében 1,5 millió magyar esett a nyelvi beolvadás áldozatául. Nem azt mondom, hogy itt bennünket ez fenyeget, de figyelmeztetni nem árt az iskolát, tehát a tanárokat, a közművelődés irányítóit, hogy a szórványban persze sok ilyen eset van, és bekövetkezhet. A nyelvromlás legpicigyebb jelének észlelésekor be kell avatkozni a nyelv életébe. A magyar nyelv történetében, akár csak más nyelvek történetében szükség volt a szakszerű beavatkozásra. Gondoljunk csak a nagy nyelvújításra. Ma is szükség van rá. Ezt a beavatkozást nyelvművelésnek nevezzük. Az alkalmazott nyelvtudománynak az az ága, amely a nyelvhelyesség elvei alapján a nyelvi műveltség terjesztésével igyekszik segíteni a nyelv egészséges fejlődését. A nyelvművelés helyes értelmezéséhez csak a nyelv alapvető szerepének figyelembevételével juthatunk el. Itt most akár beszélhetnék arról az óriási csatáról, ami Budapesten zajlott le ezelőtt, vagy 3-4 évvel, ugyanis két táborra osztottak ott is a szaktudósok. Egy részük, akik általános nyelvészettel foglalkoznak, és őket nem érdekli a magyar nyelv amúgy, ahogy bennünket érdekel, és csak kimondottan tudományos szempontból vizsgálták magát, a nyelvet, az emberi nyelvet, azok azt mondták, hogy fölösleges a nyelvművelés, mit kell beleavatkozni az ilyen dolgokba. Igen ám, de a nyelvnek van egy sokkal fontosabb szerepe, és Kolozsvári Grandpierre Emilnek teljesen igaza abban, amikor azt mondja, hogy a nyelv elsősorban az emberi érintkezés eszköze is csak századsorban a tudomány tárgya. Ha nem is századsorban, de legalább majd csak úgy negyed-ötödsorban, mindenképpen az első, a társadalmi szerepe nem csak
amellett, hogy történeti képződmény, de mindenképpen társadalmi képződmény, és nagyon fontos, hogy mit tudunk mi az édes anyanyelvünkkel kifejezni, és hogyan tudunk-e egymás közt a gondolat közvetítésre, zavartalan közvetítésre alkalmas-e. Tehát a nyelv alapvető szerepének a figyelembevételével juthatunk el a nyelvelés helyes értelmezésével. A nyelvnek, ennek a csodálatos jelrendszernek legfőbb feladata a zavartalan gondolatközlés, a beszélő és hallgató, író és olvasó közti kapcsolatteremtés. Ha zavar áll be a kapcsolatteremtésben, a nyelvülésnek gondoskodnia kell a hiba megszüntetéséről. Mikor állhat be a gondolatközlés, a kapcsolatteremtés zavara? Például akkor, amikor a hallgató nem érti a beszélő kifejezéseit, mondatainak egy részét, nem érti, mert olyan szavakat használ, amelyek csak egy bizonyos tájegységben, térségben ismertek, például csak Erdélyben, vagy azon belül a Székelyföldön. E kettő közti különbség is kimutatható, de mindkettő előtt attól a csak nem teljesen egységes, mindenki számára egyformán érthető nyelvi változattól, amelynek magyar irodalmi, illetve magyar köznyelv a neve, szokás még közmagyar formában is használni. Tehát azért köznyelv, mert közös, a mindenki számára érthető. Nem mást jelent itt a köz. Ez az a normaként is elismert nyelvváltozat, amelyet az iskolázott, művelt emberek beszélnek és használnak. Ebben a nyelvi rétegben nem igen fordulnak elő fölösleges idegen szavak, nincsenek benne szélsőséges nyelvjárási jelenségek, vagy más nyelven belüli hibák. Ezt a nyelvváltozatot használ például az oktatás, a színház, az egyházak, a közszolgálati tömegtájékoztatás. E nyelvi réteg után a legfontosabb a vidéki városok, nagyobb települések nyelve, az úgynevezett regionális vagy táji köznyelv. A következőkben a Hargita megyei regionális köznyelvnek, táji köznyelvnek egy olyan elemét, néhány olyan elemét sorolom fel, amelyek épp az idegen román nyelvi hatás miatt térnek el a normatív, vagy úgynevezett szabvány, standard változattól. Szaknyelv is mondjuk ezt így nevezi, vagy standard, elnézést az idegen szó, de ezt ilyenkor használni szoktuk. Ezért csak azok értik meg, akik románul is tudnak. Tehát ezek a kifejezések, a velük alkotott mondatok nem alkalmasak a zavartalan, pontos gondolatközlése a magyar nyelvszület bármely pontján, illetve a magyarok közt bárhol a világon. Gondolj most például arra, milyen furcsán nézde ránk rég nem látott debreceni vagy pápai rokonunk, ismerősünk, ha ilyesmiket hallana tőlünk. Mit még csinálsz? Hogy még vagy? Na hogy még? Ezt ugye nem is kell talán mondanom, hogy ezek mind a román csemájfás rossz szó szerinti fordítással kerültek, és bizony ez ha hiszik, ha nem, ez, vagy ha nem tapasztalták esetleg, ha jobban figyelnek, ez pont úgy felelhető, előfordul Csíkszeredában is, mint Székudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Kézivásárhelyen, és így tovább. És Szatmár németiben. Tehát a szó szerinti fordítása kerültek hozzánk román vidékről hazakerült honfitársaink beszédével. Hát helyesen, hogy vagy, hasonlóan gondot okoz a jól viszi, jól viszed megértése, és hát ugye ezt is halljuk naponta. Magyarán jól van dolga, jól megy sora, jól megy neki. Aki nem tud románul, ezen fejti meg a pontra tesz, például lakást, garást, vagy adok egy telefont, jelentést is, hát helyesen rendbe teszi a garást, lakást, vagy telefonál. A városi lakosság nyelvhasználatában előfordulnak az alábbi széles körben elterjedt kifejezések is, közülük több is bekerült az értelmező kézi szótár bővített 2003-as kiadásában, mint regionális köznyelvi szó nyelvfestési szempontjából azonban nem egyenértékűek a standard szabvány változatokkal. A 2003-ban Budapesten megjelent bővített kiadású, tehát átdolgozott és bővített kiadású értelmező szótár felvette példaanyagába szócikkei közé az erdélyi, kárpátaljai és felvidéki magyarok által használt elterjedt, tehát az ottani, a táji köznyelben elterjedt kifejezéseket. Ezt mondjuk azért tették jól, mert így legalább tudjuk, hogy ők milyen értelemben használják ezeket a kifejezéseket, mert én is Kolozsvár egy anyanyelvi értekezleten tudtam meg egy pozsonyi egyetemi tanárnőtől, hogy náluk mi az, hogy alapiskola, mert én azt hittem, hogy csak a négy elemi az alap. Nem, az egész általános iskola alsó-felső tagozattal együtt náluk az alapiskola. De Szabadkán azt mondják a Szabadkára, a városa, hogy község, mert fordítják a szerb horvábot szó szerint az obcsinát, és
ők azt úgy használják, hát egy 100-valahány ezer lelkes város magyarul, az nem lehet semmiféleképpen község. És stb. Stb. Hát ezt azért tették jól, hogy bevették a szót, hogy tudjuk ellenben tévedésben elsünk. Ha látjuk az értelmező szótárban azt, hogy abonament, az nem jelenti azt, hogy hát ezt nyugodtan bárhol, bármilyen helyzetben használhatjuk, különösképpen nyilvánosság vagy tanulók előtt, vagy az oktatásban, vagy akár máshol. És ezek közül most elsorolok néhányat, ezek javarésze már benne van az értelmező szótárban, de mondom, ennek a tudós társaságnak a szándéka ez volt, hogy így legalább megismerjük, hogy milyen értelemben használnak. Az abonament bérlet előfizetés, az ARD, erről itt most megállok egy pillanatra, mert pontosan egy csíkszeredai, nem tudom, a korát, de kint dolgozott Magyarországon is, ugye nem értett ő szót a bolti eladóval, mert azt mondta, hogy kisasszony, az árvét tegye a pungába. Na most aztán kibagozták, időbe telt, és fordítva is megtörtént ez, amikor budapestiek voltak itt, pontosan a hargyításokkal, Gyergyó Szemiklóson voltunk egy könyvbemutatón, ott meg azt nem értették, hogy mi az, hogy navétáztam és mosztoskájával tüzeltem. De ezt sokáig nekem ezzel szórakoztattak a budapestiek, hogy mi az, hát na mindegy, hát ilyen. Tehát erre kell vigyáznunk, és nincs más megoldás, mint mert persze mindig is voltak tájköznyelv, mindig is volt és mindig is lesz, amíg így vagyunk, de annak kell örvendenünk, hogy azért olyan nagy eltérés, hogy ne értsük meg egymást, akármilyen nagy távolság legyen a magyar nyelvfületen, nyugati-keleti vagy északi-déli irányban, azért csak nem fordul elő, mint ahogy a német, az északi német nem érti a dél-németet is. Fordítva, hogy Svájcban, amilyen ilyen nyelvi zűrzavarok vannak emiatt. Tehát az ARD, igen, hát a zöld paprika, gogos paradicsom paprika, a blokk, panelház, tömbház, de ugye a paystar, a blokk, az viszont blokk. Tehát a bulletin, nem is mondom, mert mindenki tudja itt közülünk, hogy magyarul mit jelent a csobán, a csubuk, a doszár, kabana, férfi kosztüm, hát itt azért nem árt, kicsit ez, ugye ez azért öltöny, és vitatkoznak, hogy a sí kosztüm az azért jó van, a 30-as, 25-35 évesek azt mondják, az úgy jó van, hogy sí kosztüm és férfi kosztüm, hát bizony nincs jól, vagy a majót is használják, sí kosztüm, éppen most mondom, kalorifer, kazettofon, ez is benne van az értelmező szótárban. Na, közszállítás, a tömegközlekedés, akkor kont, számlaszám, major, őrnagy, navétázik, ingázik, perfúzió, infúzió, poliklinika, rendelőintézet, punga, tasak, zacskó, reanimáló, intenzív osztály, küldő papír, ez nagyon gyakori, a beutaló helyett, remorka, pótkocsi, utánfutó, sofőriskola, autós iskola, sofőrkönyv, autóvezető, jogosítvány, sztárt, fizetési lista, bérjegyzék, tália, konfekcióméret, tiket, helye, gyorsvonatra, vonatot cserél, vagyis átszáll, vinetta, padlizsán, és még lehetne sorolni tucatszám ezeket a kifejezéseket, amit csak így mi magunk közt értünk. Akadnak olyan kifejezések is az élőbeszédben, amelyeknek nem ismerjük magyar megfelelőjét, ezeket románul halljuk a táji köznyelvben is, például kódfiszkál, vagy adószám, Timbru Zsudicsjár, az illetékbélyeg, a néha hallható igazságügyi bélyeg, az egy rossz szó szerinti fordítása, tehát egy rossz fordítás. A deturnare de fond, azt is használják a hivatalban járók, ez a rendeltetés ellenes pénzfelhasználás, budzsetáris intézmény, költségvetési intézmény. A közigazgatásból és politikai életből is számos kifejezés bekerült a táji köznyelvbe, ugyanis intézmény neveivel, hivatalaival naponta érintkezik a lakosság. Helyi tanács, annyi, mint önkormányzat, képviselőtestület. Itt arról van szó, a tanácssal különben nem lenne baj, mert régen is használták, mit mondjak, ez 1800-as években is, és a szocializmus beköszöntése előtt is használták. Igen ám, de amikor megalkották az úgynevezett szovjet típusú tanácsokat, amelyek nem önkormányzati elven működtek, hanem tudjuk, hogy akkor a
89-ben, 90-ben a Magyarországon elővették a régi önkormányzat kifejezést, amit már Jókai Mór is használt, és akkor azt mondták, ezt a szovjet típusú tanácsrendszer, tehát a kifejezések közül is száműzzük, és akkor bevezették. Itt nálunk nehezen megy, mert ugye mindent sajnos sokan úgy gondolkoznak közülünk, hogy mondják románul? Na, akkor így fordítjuk magyarra. A konszilűnak is pedig régen van, én kinyomoztam a román szakirodalomból, hogy volt képviselőtestület jelentése is, úgyhogy jó nyugodtan lehetne, de ugye, ami egyszer elterjedt rosszul, az nehéz helyre igazítani, az biztos. Sőt, még diplomáciai botrányt is okozott ez az önkormányzat dolog, ugye Sólyom Lászlónak tudjuk a március 15-i látogatásakor, de végén kiderült, hogy tudták azt a románok, csak egy kis balhét akartak csinálni, ezt Böszeszkó elnök egy interjúban bevallotta. És szittam az újságban politikusokat, meg hogy nincs, az mondjuk ez igaz, hogy nincs rendes egyetemi szintű fordító képzés nincs Romániában, már az Anyanyelvápolók Szövetsége régóta szorgalmazza, hogy Kolozsváron indítsanak egy fordító képzést, szakot, de ez még egyelőre sehol sincs, mert nagyon kellene. Hát a hivatalos közönynek a szövege az valami rettenetes, az nem csoda, azt mondják, hogy a románt jobban értik, akiknek szüksége van erre. Tehát igen, képviselődik. A municipiumot csak az erdélyi magyar érti, a közmagyarban, hát persze most nem a történelmi jelentésre gondoltam, hanem a mostanira, a közmagyarban a megyei jogú város. A polgármester hivatalokban a titkát felváltotta a jegyző a rendszerváltás után. A nálunk elég gyakori parlamenter, a román parlamenter, román nyomán került forgalomba országgyűlési parlamenti képviselő jelentésben, csak hogy az a baj, hogy a magyarban a parlamenter, az katonai szakszó, egymás a háborozó felek, hogy ezt kiküldött békítő szándékú magasrangú beosztás katonatisztet jelent. Az iskolának és osztályok elnevezésében, jelölésében is vannak táji beütések. Román nyelvi hatása 1-4 és 5-8 osztályokkorú beszélünk, hát azt hiszem, hogy ezt nem is kell tanítanom, mindenki tudja. Az általános iskola alsó és felső tagozata helyett az osztályokat is helytelenül csak római számmal jelöljük, holott a helyesírási szabályzatnak más az előírása. A középiskolák elnevezésében szintén nagy az összevisszaság. Hát gondolok itt most, ugye vannak kollégiumoknak, meg főgimnáziumok, meg mindenféle fajta, meg liceum, minden forog, csak éppen az, ami nem is a felső tagozatot is a román gimnáziumnak nevezi, a román gimnázium az a felső tagozat az általános iskolában, de a gimnáziumnak is és a liceumnak is egészen másképp alakult a jelentéstörténet a magyarban, másképp alakult a románban, és semmi köz egyiknek a másikhoz, csak hogy volt a diktatúrának egy olyan álma, hogy még hangképében is a szavak hasonlítsanak minél jobban egymáshoz. Tehát ha románul liceó volt, akkor nem engedték azt, hogy másképp írjuk, azt tudjuk jól, csak liceumnak, na jó, de ez az idő lejárt, és sajnos előre mozdulás nem sok van ebben a kérdésben. Mert egyszerűen például a Duna Televízió híradójában, ha mondják ezt, mit tudom, egy csíkszerei tudósító, akkor ott egyszerűen nem tudják, hogy most vajon milyen iskoláról volt szó. Mert réges-régen volt egy, mert a magyarban felekezeti, latin nem tanító, evangélikus leány középiskola volt a gimnázium, illetve a liceum. De a magyarországiak ezt most is így tudják, úgyhogy nem értik, hogy mit akarunk mi, mikor, milyen iskoláról van szó. Tehát terjedelmi okok miatt ezúttal tájékozunk állapotának hitelesebb szemléltetésére még sok-sok példát lehetne és kellene felsorolni, bemutatni. Terjedelmi okok miatt ezúttal erre nincs mód, csak figyelemfelkeltésről beszélhetünk. A közművelődés irányítói az iskola, az egyházak, művelődési intézmények, önkéntes civil szervezetek, mint amilyen az édes anyanyelvünk mozgalom is,
az újságok, rádiók, televíziók minél több eszközt használjanak fel az anyanyelvi és anyanyelvi kultúra elvédelmére, az anyanyelv ápolására, hogy lehessen közelíteni regionális köznyelvünket az ideálisnak tartott fejlett szabványváltozathoz, hogy a magyar iskolázottabb, műveltebb emberek értsék egymás szavát, bárhol éljenek is a földkereségen. Mert Tamás Járó szerint a különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafisák és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafisák és az együttes érdek alapján a sors verte egybe, hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb erekje. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt. Hát én egyelőre ennyit szántam itt most elmondani az édesanyanyelvünk mozgalom felkérésére, és átadom akkor ezennel a szót Dávid, Veres Dávidnak, hogy vezesse tovább a találkozót. Köszönjük a részét, de ugye az a szokás járni nálunk, hogy másik részben egy ilyen felelet párbeszéd kérdés kialakul egy ilyen párbeszéd, és az mindig érdekes, ahol bizonyára az előadónak még nagyon sok mondani valója lesz a feltett kérdésekre, a megjegyzésekre. Igen, a nyelvünk állapotáról egészül egy állapotáról kitért az előadó. Itt a kérdésem az volna elsőnek, hogy ugye Sütő András azt mondta egyik helyen, hogy kötelezővé kéne tenni az anyanyelv védőoltásait. Igen. Tehát a nyelvnek a védelmében nem törvényeket kellene hozni, ahogy azonos államokban, így nálunk is ezt szlovákoknál is teszik, hanem nekünk a nyelvünket, védőoltásokat, tehát karban kéne tartani, tehát nyelvünket kéne művelni. Tehát melyek azok az eszközök máma, ha úgy lehet fogalmazni, vagy azon kívül, amit elmondott az előadó, Sütő, mit érthetett ez alatt pontosan, hogy nyelvünket, anyanyelvünket védőoltásokkal is kéne, vagy kötelezővé kéne tenni ilyen romló államok, ilyen hatások, ellengén nyelvi hatások, vagy idegen nyelvi hatásoktól? Igen, hát sok a vezető nyelvművelők, nyelvészek közül, ha felteszik a kérdést, hogy milyen állapotban van most ma a magyar nyelv, akár Budapesten, akár a Kárpát-medencében, általában azt mondják, hogy tűrhető állapotban van, nincs semmivel sem rosszabb állapotban, mint ezelőtt 50 évvel, vagy 100 évvel, és a nyelvnek az a sajátossága, természete, és ez, ugye ez igaz is, ez cáfolhatatlan alapigazság, hogy a nyelv mindig változik, szüntelenül mozog, ahogy változik az idő, úgy változik a nyelv is. A szerkezete is csak a sokkal-sokkal lassabban a nyelvváltozás elsősorban a szókincsben mutatkozik meg, új szavak születnek, mások elhalnak. Ha valaki elővesz egy 150 éves régi, 200 éves mondjuk szótárt, akkor azokban meg van jelölve, hogy mi ment ki már váltak, stb. Stb. Tehát a nyelvállapota, én azt mondom, hogy nagy tartalékai vannak az erdélyi magyar nyelvnek, a székelyföldinek szintén, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az irodalmi nyelv kialakulásában két nyelvjárásnak volt óriási szerepe a mostani mai irodalmi nyelv kialakulásában, persze ez nem most történt, hanem a 16. században, az észak-keleti, tehát ahogy Arany János mondta, a toldi nyelve, az észak-keleti és az erdélyi magyarnak az ötvöződéséből alakult ki a mai irodalmi nyelv. Tehát itt azért, és nem beszélve a nyelvjárásokban, óriási kincs rejlik, és ha most azt mondom, hogy itt mondjuk Csík környékét olyan nagyon, hát ismerem a falvakat, de egy olyan jó eldugott hely hirtelen nem jut eszembe, azt szoktuk mondani otthon, hogyha egy varsági öreg néni, vagy öreg székely bácsi bejön, akit még a városszele nem érintett meg, az olyan gyönyörűen szépen beszél, hogy lehetne reggeltől estig hallgatni. Tehát